Magyarország 10 legtöbb balesetet okozó kereszteződésének átépítését kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom, főként az emberéletek megóvása érdekében, minden évben állami költségvetést biztosítva a top 10 legveszélyesebb útszakasz megfelelőbb forgalomszabályozási megoldásának kialakítására a közútkezelőnek. Tehát például a körforgalom építésére, amit itt is több mint egy éve szorgalmaztam önkormányzati képviselőként. A hatályos miniszteri rendelet értelmében elvileg legalább 5 évente felül kellene vizsgálni minden közút forgalmi rendjét, azonban a tapasztalatok szerint sok esetben nincs érdemi vizsgálat. A közútkezelőnél nincs lista a legveszélyesebb közlekedési helyszínekről. Budapest rendőrfőkapitányától is csak olyan általános listát kaptam válaszul önkormányzati képviselőként, hogy a 11. kerület legbalesetesebb helyszínei között van, például a Bartók Béla út, a Budafoki út, az Egér út, de hogy pontosan mely részei, az nincs megjelölve. Ezért a Mi Hazánk mozgalom szerint a KSH bevonásával kellene olyan baleseti statisztikát készíteni, amely alkalmas a legbalesetveszélyesebb kereszteződések kiszűrésére. Például itt a 11. kerületi Budaörsi út és Egér út kereszteződésében is rendszeresek a balesetek. Ennek ellenére hiába szorgalmaztam több mint egy éve többször önkormányzati képviselőként a körforgalom kialakítását. Azt az elutasító választ kaptam a Budapest Közút ZRT-től, hogy bár az átépítés indokolt, de az nehéz és drága, ezért csak egy kisebb átépítést tudnak itt vállalni. Így tehát ez most csak egy fél megoldás, fél siker, ami itt történik.